Keretmegállapodást írtak alá a Szudánt kormányzó tábornokok és az ország fő demokráciapárti szervezete hétfőn. Az egyezmény aláírásából kimaradtak a legfontosabb ellenzéki szereplők és néhány korábbi lázadó csoport vezére is. A megállapodás egy átmeneti civil kormány felállítását vázolja, ami a következő választásokig maradna hatalmon. Szudánban 2021. októberében követtek el katonai puccsot, azóta a két tábornok közösen vezette az országot. A dokumentum leszögezi, hogy a szudáni hadseregnek idővel ki kell vonulnia a politikából, valamint hogy a megállapodás aláírói döntenek az új miniszterelnök személyéről, aki a két éves átmeneti időszakot felügyeli. Ez alatt a hadsereg a Biztonsági és Védelmi Tanácsban lát el feladatokat. A hétfői megállapodás hosszú hónapokig tartó tárgyalás sorozat eredménye, mely az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közvetítésével jött létre.